Ó, mennem kell. Elnézést. Mr. Krakit, Mr. Tux. Megvan a sztárom. Loris Van? Ah, így hívták. Nem őt keressük. Válthatnánk néhány szót. Elnézést. Akkor kit keresnek? A hasonmását. A nőt, akit helyette öltek meg. Ó, ez durva. Ki volt Lori hasonmása? Ugyan, Mr. Glantz? Hiszen azelőtt is dolgozott vele. A nő a közelképe. A nő, akit megöltek. Mr. Cracky, tönt vonzák a halott emberek? Talán nekrofíliás? Miért nem az? Nem, még nem, de igyekszem. Nos, önt is a kíváncsiság hajtja. Engem is. Ez lenyűgöző. Egyformák vagyunk. Nem vagyunk. Szerintem ez mocskos üzlet. Maga szerint művészet. Oh. Az operatőre, Sam, azt mondta, nem volt ott a késelési jelenetnél. Nem volt ott. Bemutassam a hölgyet, akit használtunk. Amy Ryder-t? Kit? Amy Ryder. Lori dublőre. Ó, igen, Amy Ryder. Azt hittem, a halál és a hölgy dublőrét keresik. Margot Frankot. Tudják, Margot több filmem el nem ismert sztárja volt. New Yorkban is forgattunk közeli képeket és effektusokat. Mikor? 6 héttel azután, hogy végeztünk itt és a Bahamákon. Ha akarja, utána tudok nézni. Margot volt a halott szem. Ha majd ráérek, beugorhatna. Megmutatom, hogy a művészet valódibb az életnél. De most részt kell vennem ezen a partin, úgyhogy ha megbocsát. Mi a baj? Mondja, milyen volt egy megerőszakolt nőt játszani, aki meghal? Mókás volt. Sok mindent eljátszottam. Meggyőző lehetett a filmem. És nem is kellett azzal fáradnom, hogy megölök valakit. Igen, csúnya dolog lett volna. Ha ha ha.